Ünnepélyes szezonnyitó, 4 új hajó állt forgalomba a Balatonon. Pálffy Károly 75, kiállítás a polgármesteri hivatalban. Mester és tanítványa, részhúvos találkozó a zeneiskolában. Köszöntöm Önöket, ez itt a Füred Televízió híradója. A balatoni hajózás történetében még sosem fordult elő, hogy az idénykezdéskor egyszerre 4 új hajó álljon forgalomba. Így a mostani év mindenképpen történelminek tekinthető. 2 új kompot és 2 új katamaránt avattak csütörtökön a balatonfüredi hajóállomáson. Ezzel megkezdődött az idei hajózási szezon. Tavasszal 5 település, Siófok, Balatonfüred, Tihany, Badacsony és Fonyód hajóállomásai nyitnak meg. A hajók márciusban és áprilisban csak hétvégén fognak közlekedni, ezután indul majd az előszezoni menetrend. Viharos szélben és a tervezetnél közel másfél órával később érkezett meg az első hajó Balatonfüredre. Pontosabban hajók, hiszen mindjárt 4-et is hozott a Balatoni Hajózási ZRT. Ezen a napon mutatták be ugyanis a hajózási társaság 4 új hajóját, a Szántód és Tihany nevű kompokat, valamint a Balaton és Tomaj nevű katamaránokat. A Siófokról érkezett delegációt ezúttal is a balatonfüredi városvezetés fogadta, majd a siófoki férfi dalkör és a Balatonfüred néptánc együttes műsora után dr. Bóka István Balatonfüred polgármestere lépett mikrofon elé. A városvezető azt mondta, ez a mostani fejlesztés is azt bizonyítja, hogy a Bahart jó kezekben van az állam gondos gazda, a társaság vezetése pedig jól irányítja a céget. Sikeres szezont remélt beszédében. Valamennyiünk érdeke, hogy a balatoni hajózás úgyis, mint turisztikai szeglet, és úgyis, mint közlekedés éljen és viruljon. Valamilyen módon ez a tavasz, ez a március, ez mindig az újrakezdés, az ébredés. A balatoni hajózás is mindig megújul, mindig újrakezdi, mindig ébred ilyenkor tavasszal, ilyenkor márciusban, és nincs okom kételkedni abban, hogy egy nagyon-nagyon jó hajózási szezont és egy nagyon-nagyon jó turisztikai szezont fogunk ebben az évben magunk mögött tudni. Veigl Gábor, a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója mutatta be az új járműveket. A kompok 298 tonnát nyomnak, míg a katamaránok egyenként 157 tonna acél felhasználásával készültek. Az új hajók története 3 évvel ezelőtt kezdődött vagy gyorsult fel. Akkor kötöttünk szerződést a komáromi hajógyárral, 4 új hajó, 2 komp és 2 katamarán gyártására, szállítására, összeszerelésére. Kalandos volt ez az időszak, különösen a hajók Balatonra szállítása tekintetében. Ahogy a mai nap is egy kicsit viharos és kalandos, és türelem kellett ahhoz, hogy megérkezzünk, hogy kikössünk, úgy türelem kellett a vízi szállításhoz is. Hiszen egy évvel ezelőtt még nem lehetünk biztosan abban, hogy a hajókat a nyár folyamán fel tudjuk szállítani, és itt a mai napon a 4 új hajót át tudjuk adni. De szerencsére az égiek velünk voltak, és egy nagyon komoly szállítási logisztikai művelet után a hajók megérkezhettek Siófokra, és ma itt lehetünk, és a 4 új hajót köszönhetjük. A 2 komp, mely értelemszerűen Szántódrév és Tihanyrév között áll forgalomba, és a 2 katamarán, ami Fonyód és Badacsony, illetve Siófok, Balatonfüred, Tihany között fog közlekedni. A kompok és a személyhajókra is igaz, hogy rendkívül fejlett környezetvédelmi rendszerrel, műszaki technológiákkal rendelkeznek, és odafigyeltünk minden olyan utasigényre, amelyeket az elmúlt években az utasainktól kaptunk. A szállítható kerékpároknak a nagy száma, az utasmosdók nagy száma, a korszerű büfé, a körpanorámás felső fedélzetek, egy nagyon korszerű belső tér várja az utasainkat. A jelenlévőket dr. Molnár Anita Siófok alpolgármestere és Lombár Gábor a Balatoni Szövetség elnöke is köszöntötte. Utóbbi azt mondta, a hajózás összeköti az egyes településeket. Hajózás nélkül, ahogy hirdeti ezt a cég is, nincs Balaton, illetve Balaton nincs hajózás nélkül, ami egy nagyszerű dolog, hisz összeköt bennünket. Összeköt bennünket a 2 partot, és én azt gondolom, hogy ezek a különbségek már nincsenek is, hisz bárki bármikor át tud látogatni a másikhoz, és nagyon szép dolgokat tud
látni, meg tudja ismerni a másikat. A négy új hajót Mihály Norbert Jeromos, a Tihanyi Bencés apátság perjele áldotta meg, és nem maradt el a hagyományos pezsgős avatás sem. 5, 4, 3, 2, 1. Az első hajó fogadásán Balatonfüredváros díszoklevelét vehette át Vanyolai Sándor, aki sokat tett a balatoni hajózásért. 1998-ban megvásárolta, majd teljesen felújította a Jókai hajót. Tavaly nyugdíjba vonulásáig aktívan részt vett a balatoni hajózásban. A Jókai hajó viszont most már a Balatoni Hajózási ZRT tulajdona. Az első hajó fogadása alkalmából a hajósokat borral köszöntötték a néptáncosok, akik cserébe egy virágcsokrot kaptak. Az ünnepség után a nagyközönség már is kipróbálhatta az új hajókat, ingyenes sétahajózásra hívtak minden jelenlévőt. Elgázolt egy szemét kedd reggel a vonat a Séta utcai átjáróban. A Kelenföldre tartó sebes vonat utasait pótló buszokra szállították át. A helyszínelés egész délelőtt tartott. Nem sokkal 11 óra után indulhatott meg újra a közlekedés Balatonfüred és Alsóörs között. Április 2-án kedden reggel gyalogost gázolt a vonat Balatonfüred és Arács között. A MÁV hivatalos információi szerint a Tapolcáról 7 óra 34 perckor Kelenföldre elindult sebes vonat a Séta utcai átjáróban gázolt el egy embert. A helyszínelés végéig várhatóan délig Balatonfüred és Alsóörs között nem közlekednek a vonatok. Pótlóbuszos közlekedésre, valamint rövidebb útvonalon közlekedő vonatokra kell számítani. A balesetben érintett vonat utasait a katasztrófa védelem munkatársai segítségével szállították át pótlóbuszokra. Információink szerint 140 személy utazott a vonaton. Új önálló kiállítással mutatkozik be a közönségnek a Balatonfüreden jól ismert és kedvelt grafikus festőművész Pálffy Károly. Szerencsés csillagzat alatt született, hiszen már gyermekkora óta meghatározta életét a Balaton, képeinek is állandó témát biztosítató. Képein a hiteles helyszínek, részletek nem hagyományos feldolgozásban sajátos érzelmi töltést kapnak. A természet mikro és makro világa a táj, és benne az ember léte áll művészi gondolkodás módjának középpontjában. A közelmúltban 75. születésnapját ünneplő Pálffy Károly önálló kiállítása nyílt meg a Balatonfüredi Polgármesteri Hivatal folyosó galériájában. A tapolcai származású, de 1971-től Balatonfüreden élő grafikus festőművész tárlatát Bán László, a Füred Televízió szerkesztő műsorvezetője nyitotta meg, aki így beszélt a kiállító művészről. Hihetetlen erővel kötődik ehhez a tájhoz, ez térben és lélekben is meghatározta eddigi életét. És mindig újat fedez fel a tájban, talán olyat is, ami felett korábban ő maga is átsiklott. Lírai módon festi meg a Balatont, a természet nagy volumenű színeit, formarendszerét, karakterét. Másoknak a stílusát, módszerét sosem szerette volna másolni, kifejezetten utálta is ezt, amikor valami ilyesmit vártak tőle tanulmányai során. Mindig önálló arculatra törekedett, olyasmire, ami csak rá jellemző, olyan mai divatos szóval brandet szeretett volna elérni, ha valaki ránéz egy festményére, minden további kérdés nélkül rávágja, ez egy Pálffy kép. A képekbe festett hitvallás című kiállításon a Pro Comitatu és Balaton díjas Pálffy Károly azt mondta, hogy ha most visszatekeri az időkerekét és a kezdetekre emlékezik, akkor úgy érzi, nem sokat változott a festészete. Az érdeklődése középpontjában most is a Balaton áll. Mindig önálló stílusra törekedett, a másolást a mai napig elutasítja. Az első füredi élmény az volt, hogy a sétányon érzem a föld, a víz, a levegőnek az összhatását, meg a fény. Na most ez ugyanaz.
Szóval, hogy én elmegyek most a partra, akkor ugyanazt érzékelem, ugyanazt a hatást, ugyanazt az átélést. Úgyhogy én nem hiszem azt, hogy meg lehet változni alapvetően, ilyen vonalon. Ha másban lehet, de ebbe biztos nem. Úgyhogy a festészet témája az nálam megmaradt. Gondolkoztam, hogy más kéne csinálni, meg sok mindent lehetne, hát nyilván. Ahány ember, annyiféle festészet. A 20. században azt mondják, hogy rengeteg izmus alakult ki. Hát persze, annyi izmus van, ahány ember. Ez a minimum, csak ezt nem mindig vesszük észre. Márpedig az ízlésünk az egyénre szabott, a közönségnek is mindegyiknek más az érzékelése, a felfogása, hogy tetszik, nem tetszik, sok minden. Végül a lényeg az, hogyha van 70 ember egy kiállításon, az 70-szer annyi élmény, ahány kép ott van. Az elég nagy szám jön ki ebből. Ez olyan, mint az iskolában nézed a gyerekek rajzait, egy nap mondjuk 200-at, 300-at esetleg jobb napokon, akkor az 300 különböző kvalitás, és azt el is kell tudni bírálni. Hát valamikor, amikor ezt csináltam, már régen volt. A megnyitón külön kiemelték a művész feleségének szerepét. Pálffy Károlyné Angi inspirátorként, lelkitársként is segíti, támogatja párját mindenben. A kiállításon nem csak festmények láthatóak, de két vitrínben megjelennek azok a grafikák, linómetszetek és könyvborítók is, amiket Pálffy Károly a város intézményeinek, civil szervezeteinek készített. Az eseményen Sallai Margit énekkel és különleges handpan hangszeren működött közre. A polgármesteri hivatalban május 10-éig látható a kiállítás. Mester és tanítványa címmel második alkalommal rendeztek részfúvós kamarazenei találkozót a Füredi Zeneiskolában. Tapolcáról, Ajkáról, Várpalotáról és Balatonfűzfőről is érkeztek csapatok. A zenész tanárok és tanítványaik egyéni műsorokat mutattak be, a koncert végén pedig egy közös számot adtak elő. A Füredi Zeneiskolának 36 részfúvós növendéke van, a kamarai találkozónak pedig nem titkolt célja a hangszerek és a közös zenélés örömének népszerűsítése. A rendezvény apropója, hogy kamarazenei találkozót szerettünk volna szervezni, és ezt tavaly megvalósítottuk sikeresen, Mester és tanítványa címszóval, aminek a lényege az, hogy a növendékekkel játszanak együtt a tanárok, ezáltal még több motivációt nyújtunk a gyerekeknek, hogy mi is ugyanúgy kiállunk, ahogy ők. A lényege az egésznek az, hogy a fiatalok részfúvó zene iránti vágyát felkeltsük, motivációt nyújtsunk számukra, ezzel edukálva őket egy kicsit több gyakorlásra, illetve a fúvózenekari játékba is bevezetjük őket ezáltal. Bizonyos szempontból hátrányba szorulunk, hiszen ez egy hangos hangszer, és a hangszerválasztáskor sokan úgy döntenek, hogy hát itt akár zavarhatjuk a szomszédokat, vagy bármi ilyen jellegű atrocitás érhet minket belőle, viszont amikor szerintem meghallják élőben a részfúvós hangszerjátékot, akkor mindenki egy kicsit mégis a másik oldalra libben, és rájön, hogy milyen gyönyörűek ezek a hangszerek valójában, illetve a fúvózenekorozás ugye elég népszerű dolog manapság, hál' Istennek egyre többen jönnek. Emlékszik arra a pillanatra, amikor a hangszere rabul ejtette? Igen, jól emlékszem. Fiatal koromban én először is zongorázni szerettem volna, majd végül mégis a trombita fele sodort az élet, és nagyon jól döntöttem, úgy gondolom, így visszaemlékezve. Egy közös számot próbálunk össze az összes megjelent művészeti csoporttal. Vörös István tanár úr, az Alaegerszegi Zeneiskola trombita tanár és fúvó zenekarának karmestere lesz a szakmai zsűri.
ő fogja ezt dirigálni, vezényelni, és a szép sorban utána a kamaracsoportok bemutatják a műsorukat. Végén egy közös számmal zárjuk az egészet, és utána szakmai kiértékelés, közös ebéd, csocsóverseny a gyerekeknek, tanároknak meg szakmai kiértékelés. Van benne egy kis játék, de benne van ez az akasztják a hóhér dolog is, mert ilyenkor azért nekünk is nagyon oda kell arra figyelnünk, hogy hát hogyha már tanítjuk, akkor jól is mutassuk meg a gyereknek. És a gyerkőcök nagyon élvezik azt, hogy a tanáraikkal játszhatnak együtt, és figyelnek jobban, mint minden órán, jobban figyelnek minden szavunkra, minden hangra, úgyhogy ez szerintem feltétlen előnye ennek a találkozónak. Sokkal több dologra tud odafigyelni a gyerkőc, teszem azt, ha intonáció, hangtisztaság, mert amíg ugye egyedül játszik, akkor az nem annyira fontos, de hogyha csapatban van, hogy tiszta legyen a hangzás, akkor nagyon oda kell ezekre a dolgokra figyelni, és itt ezt nagyon meg lehet tanulni. A tapasztalat az évek alatt, ugye legyen itt kamarazenekarról szó, vagy karmester kollégákról, vagy fúvószenekari kollégákról, aki megfordul itt nálunk, mindenki el van alélva, hogy így mondjam, hogy mégis milyen kivételes helyzetben vagyunk, hogy milyen szép intézményünk van, és milyen szép épületben és környezetben dolgozhatunk. És mi ennek feltétlenül nagyon örülünk, és nagyon büszkék vagyunk rá. A Csopaki Képzőművészeti Kör tagjai közösen állítják ki alkotásaikat egy közelmúltban megnyílt tárlaton. Az Arácsi Népházban április 22-éig látható kiállítás kiváló bemutatkozási lehetőséget jelent a tagoknak, hiszen együtt mutathatják meg, hogy mit gondolnak a Balatonról, hogyan látják ők a világot. Megvan a közös nyelv, a festés iránti vágy mindnyájukban. Így foglalta össze a közös pontot Gál Antal költő abban a megnyitó beszédében, amelyet az Arácsi Népházban megnyílt kollektív tárlaton mondott el. 12 kiállító Angyal Imre, Grimm József, Hén Zsuzsanna, Huszár Tamás, Kádár Erika, Meilinger Edit, Mógor Judit, Németh Erika, Dr. Prejsz Ádám, Sokhegyi Ágota, Szloboda Mária és Végmozgai Heni alkotásait láthatja a közönség a helyszínen. A Csopaki Képzőművészeti Kör bemutatkozása fontos, hiszen elmondhatják a közönségnek, miként látják ők a világot, mit üzennek a színek és formák segítségével, mondta Gál Antal. A megnyitón közreműködött a Ferencsik János Zeneiskola kamaraének csoportja, melynek művészeti vezetője Zsár Éva. Csopaki Képzőművészeti Kör kollektív kiállítása április 22-ig látogatható az Arácsi Népházban. A tavasz beköszöntével remek program várta a füredi általános iskolásokat a Balatonfüredi Jachtklubban. A cél nem volt más, mint hogy a gyerekek közelebbről megismerkedjenek a vitorlázással és az evezéssel. A 6 állomásból álló programon közel 250-en vettek részt. Látványos bemutatót tartottak a Balatonfüredi Jachtklubban a város általános iskolásainak. A gyerekek megismerkedhettek a vízisportokkal, és bepillantást nyertek a sportklub életébe. Meghívtunk egy korosztályból kb. 200-250 gyereket. Pénteken, illetve mai nap van nekik egy bemutató. Az időjárás szerencsére nekünk jó. Ez a bemutató arról szól, hogy eljönnek az iskolából egy kis külön programra, és 6 állomáson keresztül megmutatjuk neki azt, hogy mi lehet a vitorlázás, illetve a víznek a kapcsolata az evezésnek. Lehet sárkányhajót kipróbálni, van 2 szimulátor, ahol 2 különböző hajó, egy személyes és 2 személyes kipróbálhatnak, van egy csomózási
lehetőség, ahol különböző kötelekkel csomókat gyakoroltatunk, mutatunk meg, illetve van egy mozgás koordinációs bemutató, egy felmérésnek mondanám inkább a konditermünkbe. Én remélem, hogy nagyon sok gyereknek megtetszik az, hogy itt van a Balaton, itt van a lehetőség, és el fognak jönni hozzánk nyári táborba. De ami most a legfontosabb lenne, hogy szakköri jelleggel az iskola programunkban részt vehessenek. Hát azt jelenti, hogy hetente két alkalommal elmegyünk a tanórák után az iskolákhoz, a saját eszközeinkkel elhozzuk őket a klubba, megtanítjuk őket a vitorlázás legelemibb részeire, és aztán majd eldöntik, hogy hogyan tovább. Tulajdonképpen a program az azért nagyon fontos, mert a városban nem mindenki ismeri azt, hogy a Balatonon mit lehet játszani, és milyen lehetőségek vannak. Ez egy rendkívül érdekes része az életnek. És ne felejtsük, hogy amikor a gyerekek nyáron játszanak, hogy ez egy biztonsági kérdés is. A lányok, akkor kiből lesz vitorlázó? Jelentkezzen gyorsan. Egy jelentkező van? Hát akkor mondjál róla egy pár szót. Mi tetszett benne? Hát nagyon tetszett az, hogy hát a hajó az kényelmes szerintem, meg jó a vízen lenni. A bemutatót végignézted, melyik tetszett a legjobban? Melyik része? A hajó teste és a kormányzás így könnyű. Érdeklődőek a gyerekek, kipróbálnak szívesen mindent, és talán egy különlegesség is, hogy kimehetnek időben a vízre, kivisszük őket egy nagy hajóval körülnézni, köteleket kötni, az mindig érdekes, az mindig különleges dolog, de a két szimulátor pedig abszolút siker. Most pedig nézzük újra a híradó legfontosabb témáit röviden. Ünnepélyes szezonnyitó, 4 új hajó állt forgalomba a Balatonon. Pálffy Károly 75, kiállítás a polgármesteri hivatalban. Mester és tanítványa, részhúvós találkozó a zeneiskolában. Önök a Füred Televízió híradóját látták, tudósításainkat újra megnézhetik a füredtv.hu oldalon és a Facebookon is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!